ezt most hallom először. Igazából szavakat nem találtam a meccs után se arra, hogy teljesítettünk. Ugye hála Istennek sikerült nagyon fontos győzelmet aratnunk, és nyilván én is nagyon boldog vagyok amiatt, hogy ugye én szereztem a győztes gólt, de azt gondolom, hogy ez egy csapat teljesítmény volt, és tényleg boldog vagyok amiatt, hogy úgyis sikerült gólt lőnöm, és tényleg amit a szakmai stáb elvárt tőlünk, és ugye kért tőlünk, hogy milyen taktikát ugye felvázoltak a meccs előtt, azt nagyjából sikerült is teljesíteni. Lehet egyáltalán készülni egy ilyen kapáslövésre? Hát tényleg ilyenkor nagyon gyorsan, egy másodperc alatt tényleg dönteni kell, hogy mit csinál az ember. Gondolkodtam az első pillanatban, hogy átvegyem esetleg a labdát, de hála Istennek úgy döntöttem a végén, hogy ugye kapásból előttem egyből, és tényleg nagyon boldog vagyok, hogy sikerült ugye gólt szereznem. Azért a nagyobb helyzeteink nekünk voltak, meg egy-két finn lehetőség volt, mezőnyben azért jobban futballoztunk. Így gondolom én is, hogy az első fél időben több lehetőségünk is volt, sajnos azok ugye nem mentek be, de igazából a vége számít, és elhoztuk a 3 pontot, ez a lényeg. Egy román északír 0-0-val zárult a csoport, ez azért viszont már azt is sejteti, hogy esetleg az első is meg lehet. Én a meccs után is mondtam ugye több interjúban is, hogy nagyon nem kell még előre menni ennyire, még van azért 4 mérkőzés. A végéig számogatni nem szeretek, és tényleg csak a következő meccsre szeretnénk koncentrálni. Úgy gondolom, hogy tényleg a szakmai stáb, ami ott ugye Pali itt van, nagyon, nagyon komoly taktikát dolgozott ki, és úgy gondolom, hogy egymásra talált a csapat, és tényleg a szakmai stáb is, úgyhogy minden úgy alakul, ahogy szeretnénk. Így kell tovább menni ezen az úton. Maradt még egyáltalán rajtatok ruha, mert jól láttuk, akkor a meccs után mindenkiről lekapkodták a szurkolókat, a mezeket. Hát maradt rajtuk, én például nem dobtam ki a mezem, mert én szerettem volna hazahozni a barátaimnak, megígértem, úgyhogy emiatt én nem dobtam ki, de a többiek kidobták, úgyhogy nagyon remélem, hogy örömet szereztünk ugye a szurkolóknak ezáltal. És hát tényleg nagyon köszönjük azt, hogy kint voltak ilyen sokan, és búzítottak minket. Stíber Zoltán, benne van az EB a vezeték nevedben, ez nem véletlen? Hát ezt most hallom először, igazából ezen még nem gondolkodtam, de tényleg nekünk is ez lesz majd a célunk, hogy egyszer majd tényleg kijussunk egy nagy világversenyre. Azt gondolom, hogy jó úton járunk, de tényleg szerényen kell tovább dolgozni, és ezen az úton tovább menni. Úgyhogy ennyit tudok csak egyedülre mondani.